Csak hazánkban már a 19. században millió számra állították elő a képeslapokat. Elsőként az osztrák-magyar monarhiában született meg az olyan képes levelező lap gondolata, amire rá van írva a címzés, és nem kell borítékba tenni, így olcsóbb is. Nagyon érdekes, felmerült legelőször, hogy ezzel nyilvánossá tesszük, ha nem tesszük borítékba az üzenetünket. Ugye napjainkban most egyebet sem hallunk, csak a személyiségi jogokat. Hát akkor is felmerült már ez, hogy akkor mindenki elolvashatja az üzenetet, de szerencsére túltették magát magukat rajta, a hivatalos személyiségek is, meg hivatalok is, és világsikert futott be a képeslap. A kiállítás megnyitójának napja rendkívül fontos a település életében, hiszen az ecsedi láb emléknapjára esett. A valamikori ecsedi láb egész Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű élő lápja volt, mint vizes élőhely pedig meghatározta a nagy ecsediek mindennapjait. Olyan közösséget kovácsolt, ami ritka és egyedülálló a térségben. 1917-re a lápot lecsapolták, hiszen az akkori földbirtokos Károly család célja az volt, hogy növelje a mezőgazdasági művelődési területeket. Egy dolog biztos, hogy a nagyecsediek életében ez egy olyan mítosz és egy olyan fajta régi vágy és olyan legendák övezik az ecsedi lápot, amire jó érzéssel és nagy kíváncsisággal tekintünk vissza és régi törekvése Nagy Ecsedváros önkormányzatának, hogy ebből a vizes élőhelyből egy pici lápot valahogy csempészen vissza és hozza vissza a régi idők emlékére. A kiállítás szervezője az ópáiból származó nyomdaipari vállalkozó, aki elmondta, hogy csak a vármegyei településekről 12 év alatt 120 különböző képeslapot készítettek el. Ekkor jött az ötlet, hogy ezt a gyűjteményt közkincsé kell tennie. Ami még újdonság az, hogy kis településekről csináltam ezeket, zömmel ezeket a képeslapokat, mert képeslapok, mit tudom, egy Nyíregyházára Budapestről, ö, ö, turista látogatott helyekről, Balaton, a Dunakanyar készült rengeteg, de Hermászegről kikészít képeslapot. Hát ez volt az én mániám, meg szerencsém is, mert úgy tűnik, hogy most ezek a képeslapok megőrződtek mindenki örömére. Érdekesség, hogy a képeslapok kinagyított formában is megfordítva is megtekinthetők. A szervező kiemelte, reméli a gyűjtemény ugyanolyan örömöt okoz a látogatóknak, mint neki. A kiállítás március 14-ig látható nagyeccseden, a következő állomás pedig máté szalka lesz.